Lecsúszni végre egyedül a csúszdán, úgyhogy már tudunk úszni. Egy kisgyermek számára talán az egyik legfőbb cél a nyár folyamán. Szerencsére nem kell messzire menni, ha úgy döntünk, segítjük gyermekünk vágyát. 60-ban a nyár folyamán több alkalommal szervez úszótábort a 60-i úszóklub ESE. 5 éves kortól 14 éves korosztályig várják a gyermekeket. Azért szeretek úszni, megtanulni, ha megyünk valahova Balatonra, szeretném majd búvákodni. És milyen volt a hideg víz, ami ugye teljesen más, mint a gyerkőcmedence? Jó. Csak meg kell szokni? Első nem még jég, de másodikra már tűzforduló. Túri Dániel úszásoktatót arról is kérdeztük, miért jó a vizes közeg az embernek. Azért jó, mert minden olyan testmozgás, ami földön végezendő, azok nem mozgatják meg azokat a mélyizmokat, amiket az úszás átmozgat. Ezért mindenkinek ajánlom az úszást. Van magánórám is, felnőttek szoktak jönni, olyanok, akik víziszonnyal rendelkeznek, vagy ezek bealakultak, nekik belöpték őket a vízbe, lenyomták a víz alá, és őket ugyanúgy megpróbálom megtanítani a víz megszokására. A fő hangsúly természetesen azon van, hogy segítsék a fiatalt minél hamarabb elsajátítani az alapokat. Az a cél, hogy játéknak érezzék a vizet, ne féljenek tőle, ne érezzék kötelezőnek. Azt szeretném, hogy legyőzzék a víziszonyukat. Tehát ezt próbálom velük együtt elérni, hogy legyőzzék a víziszonyt, és önállóan föl tudjon feküdni a vízre. Ha ez megvan, akkor meg megtanítom később nekik az alapokat, azután pedig meg tudunk úszni. Boton már 3 éve rendszeres résztvevője az úszótáboroknak 60-ban, most már jól megy neki az úszás, most is különleges indoka volt a szüleitől újra ezt kérni a nyárra. Születésnapomra még szerettem volna még egy hetet itt tölteni, és ezt meg is kapom. Botont például évközben ugyan nem tud bejárni 60-ba úszni, éppen ezért is örül a nyári lehetőségnek, de ő is elkezdte valahol. A vízhez szoktatás arról szól, hogy megkedveltetjük a gyerekekkel a vizet. Ez abból áll, hogy egyáltalán megszokja maga a közeget, hogy ő a vízben van, vagy egyáltalán a víz hozzáér. Vannak olyan gyerekek, akiket hajmosáskor nem lehet lekötögetni se, mert egyszerűen üvöltenek. Ezeket próbáljuk kivenni a gyerekekből, hogy az arcát éri a víz, utána lemerüljön szemüveggel, majd szemüveg nélkül is a víz alá, és magát a hideg vizet is megszokja, hogy tudjon később úszni. A vízhez szoktatásban ugyan Botond bátor volt, de voltak, akik most barátkoznak jobban a vízzel, lehet, hogy előtte féltek tőle. Mi az, amit itt megtapasztaltok a tábor alatt? Hú, hát például elsajátítsuk az úszás alapjait. Hogy először igen, először elsajátítsuk lábtempó, és ha majd nagyobb leszel felnőttként, itt talán vissza tudsz gondolni, hogy igen, itt már talán meg tudtál tanulni valamennyire úszni. Pihenésképpen átmennek a többi medencébe, ahol már tényleg a játéké a főszerep. Különböző korosztályú gyerekek egymástól is tudnak ellesni fogásokat, illetve a kisebbek szocializációja miatt is jó lehet, ha látnak nagyobbakat is. Boglárka imádja az úszást, példa lehet a kisgyermekek számára is. Hát igazából 2 éves koromban kezdtem el az úszást, és akkor még úgy az ember nem fél úgy a több mindentől, és úgy megszoktam, és utána már nem féltem egyáltalán. És most már simán úszol egyedül? Igen. Igen. És mégis visszajössz a táborba. Mit ad neked pluszban ez? Hát mozgást, tehát most így, hogy nem járok annyit úszásra, mert ugye nyáron nincsen, akkor így eltűnülök, és nem meg elhízok, vagy ilyenek. Az úszáson kívül ügyességi játékok és sorversenyek várnak a résztvevőkre. Főleg esősebb idő esetén a művészi vénákat is megélhetik rajz és színező segítségével.